először látta a Lónyai villát Szentesi Kálmán februárban. Az épületet a Magyar Nemzeti Bank egyik alapítványa vette meg 4 milliárd 600 millió forintból. A felújítása további 1 milliárd forintba kerül, ez mind közpénz. Szentesi Kálmán szerint nem arra költik az adóját, amire kellene, ezért tavaly levelet írt a NAV-nak, és visszaigényelte az egészségügyi hozzájáruláson felül befizetett pénzt. Először a 444-nek, majd a Házon kívül című műsorunknak mesélt erről. Egy bizonyos szint után már nem lehet tehetetlenül nézni azt, hogy nekem állampolgárként semmilyen lehetőségem nincsen arra, hogy akármilyen visszajelzést adjak, vagy akármilyen módon tiltakozzak, hogy ezt hogyan használják fel. Érdemi választ nem kapott, de megbírságolták 408 ezer forintra, mert az adóhatóság szerint jogtalanul akart adót visszaigényelni. A korábbi adóbevallásait is ellenőrizték. Az egyikben találtak egy 129 ezer forintos tételt, amit Szentesi Kálmán szabálytalanul igényelt vissza. Ehhez hozzáadták a tiltakozásról visszakért pénzt, majd a férfit költségvetési csalással és magánokirat hamisítással gyanúsították meg. Szentesi Kálmán szerint tévedésből igényelte vissza a 129 ezer forintot. A NAV mégis kifizette, majd a tévedésről szóló határozatot rossz címre küldte. Én minden esetre ezt a kifogásolt összeget, ezt így a együttműködésem jeleként, én ezt be fogom fizetni az adóhatóságnak. Sokkal szebb lett volna, hogyha én erről mondjuk kapok egy határozatot, és tudom is, hogy miről van szó. A NAV a titoktartási szabályokra hivatkozva nem válaszolt a kérdéseinkre. Általánosságban azt írták, ha valaki nem fizet adót, akkor törvényt sért, ami kizárja, hogy valaki ezzel fejezze ki a véleményét. A Transparency International szerint Szentesi Kálmánt elég lett volna figyelmeztetni, mert az adóhatóságnak küldött levelében csak a véleményét mondta el. A kritika, a vélemény az Magyarországon szent, az Magyarországon alaptörvényi értelemben is védelemre méltó, márpedig ekkor nem szabad túlbírságolni meg vegzárni az állampolgárt, hanem őt békén kell hagyni. A korrupció ellenes szervezet a 408 ezer forintos büntetés miatt beperelte a NAV-ot. Ott első fokon az adóhatóságnak adtak igazat, így a jogvédők az Alkotmánybírósághoz fordultak.